Bocs, ne trollkodjál már bele! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó nem éppen egy könyves videó lesz, mert hát ahogy a cím is sugalta, ez kicsit másról lesz itt szó. Szóval az a helyzet, hogy én szeptembertől egyetemre megyek, aminek következtében kicsit át fog alakulni az egész YouTube-ozásom, szóval az egész foglalkozásom a YouTube-bal, mert hát ugye hétköznap én nem leszek itthon, hanem egyetemen leszek, szóval ez azért némileg befolyásolni fogja ezt az egész videózás dolgot, mert hát a könyveim itthon lesznek, a kamerám itthon lesz, a hely, ahol fel tudom venni a videókat itthon lesz, szóval valószínűleg csak hétvégén, amikor hazajövök, akkor fogok tudni videózni. Úgyhogy szeptembertől kezdve nem tudom, hogy hogy fog kinézni az, hogy milyen gyakran posztolok YouTube-ra. Nem tudom előre megmondani, hogy mikor fogok tudni fölvenni videót, mert az is teljes mértékben attól fog függni, hogy vagyok itthon, és hogy sikerül olvasnom könyveket. Mert hát ugye az is változni fog, hogy most elmegyek egyetemre. Kicsit máshogy kéne tanulni, mint középiskolában, meg más időbeosztás, meg minden, meg ilyesmik vannak, úgyhogy azt se tudom előre, hogy lesz időm olvasni, vagy lesz-e kedvem olvasni, vagy fogok-e egyáltalán olvasni, mert biztos lesz egy csomó kötelező, ugye egyetemi tanulmányokhoz is, szóval fogalmam sincs, hogy ez az egész egyelőre hogy fog alakulni. De arról nem akarok lemondani, hogy csináljam a YouTube-ot, mert szeretem csinálni. Csak azt nem tudom, hogy ez hogyan fog kinézni. Tehát egy ilyen a megszokott rendszeresség, az biztos meg fog szűnni. Tehát az, hogy szerdán és szombaton nekem mindig legyen videóm, az annak így már most előre biztos vagyok benne, hogy ez jelen pillanatban a nagyon ingatag talajon áll, és az nem fog maradni. Mert hát attól függ az egész, hogy melyik nap tudok videót felvenni, melyik nap lesz időm megvágni, és akkor valószínűleg a következő nap fog kimenni a videó, mert a beidőzítés az már megcsinálja magától a többi dolgot, de megvágni, meg feltölteni YouTube-ra, az kicsit macerásabb dolog, és ahhoz külön idő kell, tehát az egy 2-3 óra minimum. Szóval majd kitapasztalom, hogy mikor tudom legjobban ezt a sok mindent összehozni, hogy felvegyem a videót, megvágjam, feltöltsem és ilyenek. És akkor majd szép lassan talán kialakul az új rend. Szóval nem tudom, hogy lesz. De semmiképpen sem szeretném abba hagyni, tehát csinálni fogom, csak valószínűleg nem lesz olyan gyakran tartalom a csatornán, mint eddig volt. Szóval az biztos, hogy vissza fog esni, mert nem lesz rá időm, vagy nem fogok hozzá eleget olvasni, nem tudom. De ez még majd kiderül azért, hogy hogyan tudom ezt az egészet összehozni. Egyébként azt terveztem, hogy én majd augusztusban előre fölveszek több videót, aminek az lett a vége, hogy nem vettem föl előre egy darabot sem, úgyhogy én ezt tök jól elterveztem, hogy majd lesz egy pár videó előre, és akkor ugye az első hetekben nem kell azon gondolkoznom, hogy hogyan csinálom a YouTube-ot, de nem vettem föl előre videót, úgyhogy igen, úgyhogy ez van. Nem sikerült ezt összehozni. Úgyhogy majd amikor lesz időm videót felvenni, meg megvágni, meg ilyenek, akkor lesz videó a csatornán. Ötletem az jelen pillanatban egyelőre van, csak hát felvenni, meg ilyenek. És ez az augusztus utolsó hét, ez már ugye eléggé a körülforog, hogy egyetem, kezdés, meg dolgok, úgyhogy... Hát most ez van, aztán majd meglátjuk, mi lesz, meg hogy lesz. További változásként feltűnhetett már, hogy itt új helyen videózok, mert most ezt kipróbálom, hogy itt milyen az ablakom előtt, mert ugye a könyves polcom az a legsötétebb sarokban van abban az irányban, és ott nem tudom, most kipróbáljuk, hogy így milyen, aztán ha nem működik, akkor vissza cuccolok a könyves polc elé így videózáshoz, aztán folytatom ugyanúgy, ahogy eddig, de most lehet, hogy ez jobban fog tetszeni itt. És hát szerintem ez a videó most nagyjából ennyi lesz, mert ezt szerettem volna így gyorsan elmondani, hogy ez meglegyen egy videóban, és szóval ne az legyen, egy másik videón belül próbálom ezt elmondani, és akkor igazából nem jut el
senkihez, mert mondjuk valaki nem nézi meg addig, vagy pont az a videó nem érdekli és nem nézi meg, szóval itt van egy videóban kis magyarázat, szóval hogyha valaki a jövőben csodálkozna, hogy kevesebb videó van, vagy máshogy posztolom a videókat, mint ahogy szoktam, akkor ezért lesz, mert egyetemre megyek, és fogalmam sincs jelen pillanatban még egyelőre, hogy hogyan lesz időm csinálni a YouTube-ot. De fogom, szóval senki ne izguljon, nem tűnök el, csak úgy részlegesen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, köszönöm, hogy velem vagytok, és találkozunk a következő alkalommal.